Ez egy merev fehér bot, tulajdonosa évek óta használja. Ez egy másik összecsukható fehér bot, a segédeszköz a toldalékoknál eléggé kotyog. Ez pedig már az új magyar gyártású bot, ami sokkal stabilabb és nem is drága. Mivel gyógyászati segédeszközről van szó, ezért a személy szakorvos írhatja fel, költségvonzata minimális, mert 98%-os támogatottsága van a társadalombiztosítás részéről, illetve közgyógyellátás igazolvánnyal rendelkezők ingyenesen jutnak ezekhez a botokhoz. A hétköznapokon nem csak a fehér botot, hanem például nagyítókat is használnak a látássérültek. Nem csak egyszerű nagyítók, hanem különleges nagyítók is segíthetik a gyengén látók mindennapjait. Ez a nagyító például azért is különleges, mert hogy lehet állítani rajta a kontrasztot, ezen kívül pedig az is elérhető például, hogy soronként olvassanak a gyengénlátók, illetve, ha visszaállítom, a betűméretet is tudom jócskán nagyítani, vagy éppen csökkenteni. Megjött az új munkavezető. Senki se tehet róla, hogy azon nyomban kinevették. Ez pedig a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének stúdiója, éppen egy önkéntes olvas fel itt, a hangot a stúdióvezető rögzíti. Ide önkéntes felolvasók járnak főleg dolgozni, akik felolvasnak látássérülteknek különböző kiadványokat, az Egyesület kiadványait, információs leveleket, betegtájékoztatókat, eszközök használati utasítását, vagy hangos könyveket, mert hogy a látássérült emberek legtöbbje a fülön át tudja befogadni az információkat. A stúdióban egy különleges nyomtató is helyet kapott. Ez egy Braille nyomtató, pontírás nyomtat, a Vakok speciális írását, annak az apropójából, hogy holnap lesz az országos Braille olvasás versenyünk. Nézzük, hogy hogyan működik akkor ez a szerkezet. Kiadom neki a parancsot. Egy kicsit nagy a hangja. A nyomtató és a stúdió a Megyei Egyesület új akadálymentesített központjában található Nyíregyházán. Az István utcai központban ingyenes tanácsadást is biztosítanak a vakoknak és gyengénlátóknak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 5000-en élnek látássérüléssel.